Liturgikus tárgyak, kincstár és felbecsülhetetlen értékű festmények, freskók, enteriőrök jellemzik az Egri Érseki Palota turisztikai és látogató központ kiállító tereit. Itt látható a Mária Terézia koronázásakor gróf Endrődi Gábor Antal Egri püspök által hordott palást, amely arany és ezüst szálakkal díszített. Hernád Fői Csaba, a központ igazgatója elmondta, hogy nem csak a turisták és a belföldi vendégek látogatják meg az érseki palotát. Nagyon érdekes az, hogy számtalan alkalommal érkeztek olyan egri turisták, illetve régebről, akik kapcsolatban voltak az egri borkombináttal, és jártak már ebbe a palotába, hogy hogyan alakították át. És nagyon sok olyan helyzet is volt, illetve olyan, olyan gondolatokat hallottunk, illetve mondtak, hogy milyen jó, hogy megnyílt újra a palota, mert hogy évtizedeken keresztül nem lehetett látogatni. Azonban 2016-ban újra nyílt a mostani formájában a palota, és jelenleg is látható időszaki kiállítás az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus tiszteletére, amelyet szeptember 5-e és 12-e között rendeznek Budapesten. A második emeletről betekintést kaphatunk az érseki magánkápolnába, amely évente csak egyszer látogatható a nyitott templomok napján. A palota alatt húzódik az érseki pincerendszer egy három kilométeres szakasza, ahol egy föld alatti patak is található, nem beszélve a cseppkő rengetegről, sőt, lélegzetelállító módon az egyik kertben lévő fenyő gyökérzete is benőtte a pince egy részét. Az érseki pincerendszert csak 2019-ben nyitották meg a látogatók előtt, hiszen a most kis patakként folyó víz előtte tért magasságban állt a pincében. Ezt most szivattyúval emelik be a városi vízelvezető rendszerbe, egy részével pedig a díszútvar öntözését látják el. A patak eredete egyébként ismeretlen.